Hát, srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk Eszkimóval, már haza is értünk a sétából. Ugyan 30-40 percet vettem fel az előző anyagot, tehát még azért ment egy olyan nagy kört. Az Eszkikével. Ez mindez csak azért, tudom menj, mert ez el fog olvadni. Tehát el fog olvadni természetesen. De azért megmutatom nektek, hogy több mint 10 centi hó hullott egyes területeken. Ahol nyilván ugye szabadon be tudott esni, oda amúgy. Tehát ahol szabadon be tudott esni, például ott, jó vastag hóréteg van, tudom már előbb voltam bent ugye kiengedni a két kicsi tyúkot, illetve őket. És akkor lemértem, és 10 centi. Tudom, a szabadon be tudott esni, még szem, még annál is több. Mert ugye viszont ez a kert, ez nem a húesésnek a szabadságáról híres itt. Egy ekkora a húréteg. És még esik? Még mindig 1-2 fok van, tehát ez még nem fenyegeti az olvadás. Még reggel. De délután már fogja. Nem adja át amúgy, de rohadt intenzív. Hát ilyen apró, na de. 1 fok van. 1 fok van, tehát ez még mindig nem fenyegeti az olvadás. Szerintem, sőt, még akár az sincs kizárva, hogy ez meg is marad hosszabb távon. Mert ugye hát az a mediterrán ciklon, ez még mindig itt pörög. De már a szeme az már áthaladt fölöttünk. Tehát akkor én kinéztem, akkor is ilyen brutál nagy pelyhekben esett, hogy brutálisan nagy sebességgel. Ez brutálisan nagyon. Csak hát ugye elvonult a szeme. Jó napot. Ha folytatom ezt a videót. Háj. Nagyon jó behabazódott, nem? De most akkor lesz egy ilyen videó. Megörökítettük, hogy tavasszal még havazott. Tehát azért most ez eléggé télies tavasz, nem tudom, hogy csinálják ezt. Tehát olyan gyanús nekem ez a tavasz. Mint a felcseréltek volna a télen, mert a tél meg kifejezetten enyhe volt. Jobb is egy télhez képest. Itt tényleg itt. Ugye az a baj, hogy minden tönkre basz. Reteknek, mindennek annyira. Jó, mondjuk a hótakaró alatt azért van valamennyi, mert az ilyen hőtartó réteg. Ja, úgyhogy ezt is megértük. Ne, de hét közepére már 20 fokot mondanak megint, tehát ez ilyen, tényleg ilyen elképzelhetetlen, ilyen bolond nagyon az idő. Ugye az van, hogy ugye jelenleg egy ilyen mediterrán ciklonos körzetben vagyunk, amúgy még már azt is kitalálták, hogy jöhet egy harmadik is. Ami, hát Magyarországot nem igazán fog érinteni, az inkább Németország, Lengyelországban fog okozni kiadós esőket, illetve havakat a hegyekbe. De ide is fog záporokat, kisebb esőt hozni. Ugye hát ezek a mediterrán ciklonok, ezek ilyenek, hogy ezek annyira kiszámíthatatlanok, tehát tényleg ilyen változik a pályájuk. Tehát például volt olyan, beígérték, hogy nagy hohat, nem tudom mennyi, 10 centit. Az a mediterrán ciklon meg valahol elment a picsába Németországba. Fölment a izi Dániába, meg ilyen helyen, Dániába, meg Norvégiába. Ment fel, aztán nem jött meg a hó, mert azt hitték, hogy hát a haladás irányából, csak hirtelen irányt változtatott, és éles szögben felfele kezdett menni. És Finnországba okozott havazásokat végül. Finnország, meg ezek a környéken. Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia. Mert ott törvény lett. A hülye. Hát igazából addig, ameddig el nem megy, innen ez. Mikor ezt a haj volt, amúgy. Tehát még a meteorológia az eddig még a béka picsája alatt van, mert az időjárást 100%-osan előrejelezni az a baj szinte lehetetlen. Tehát még a legfejlettebb technikákkal sem lehet az időjárást feltérképezni, hogy milyen lesz másnap. Jó, oké, egészen pontosak az előrejelzések,
Mert általában már azért 95%-os pontosság. Tehát ott van az az 5%, amikor gebasz van. Amikor változik az iránya. Például volt nem is olyan rége egy magyarul, tehát egy full magyar név. Nem tudom, mi volt a neve már annak a ciklonnak pár éve. Mert azt már... nem pár éve, csak pár hete. Még februárban. Talán Biancának nevezték. Mert itt vetett hullámot, pont Magyarország fölött. És kialakult egy mediterrán ciklon. Ami Biancának neveztek el, mert eléggé nagy kiterjedésű lett. De itt Magyarország fölött alakult ki. Aztán elhúzott a picsába. Ugye jött egy ilyen sarki ciklon, arról leszakadt egy ilyen hosszúkás okklúziós front, és az ugye jött délre. Szóval itt az ellenkező áramlási rendszerbe érve felkunkorodott, és kialakult belőle egy mediterrán ciklon, ami még eleinte gyenge volt, de aztán, mire már leért Görögország ilyen térségbe, addigra már egy olyan brutális erejű ciklon lett, hogy ömlött bele elvileg a hót, valami nem tudom, valami 30-40 centi hó hullott Görögországban és Törökországban. Tudod, ott lent. Mert annyira megerősödött. Tehát azért, nehogy azt higgyétek, például a sivatagban is előfordul a hó. Nagyon ritka, de előfordulnak. Még akár lent ott a Szaharában is szerintem már volt példa rá. Hogy havazzon. Csak annyira ritka, hát egyre gyakorabbi lesz. Nem tudom, most valami. Nem is tudom, volt 2008-ban is egy, meg 2016-ban is egy a Szaharában, egy kisebb havazás. Nagyobb havazások között valóban ilyen 40-50 év eltelik. De kisebb havak azért pár évente előfordulnak. Ami nyilván azért egy sivatagban. Nagyon nem normális, hogy a 50 fokos melegbe, ahol általában 50 fok van, ott hirtelen mínusz 10 fok lesz, és elkezd havazni. Ugye azért általában éjszaka eléri őket valami csapadék általában akkor. Mert ugye a sivatagban köztudott az, a sivatagban éjszaka ilyen brutálisan hideg van. Tehát hidegebb, mint nálunk egy átlagos téli éjszaka. Nézd meg-e. Tehát az eszkimó. Eszkike aranyos. Mert ugye a homok nem igazán tart semmi hőt. Mi az ilyen... Hát abból üveget lehet csak készíteni. Homokból. De már nagyon jön le a fákról. Kis szellő is leveri. Hát éjszaka szélcsendes idő volt. Ugye mondom, a mediterrán ciklonnak azért itt volt a közepe. Tehát én néztem a radart. Ugye éjfélig. Én éjfélig nyomom követtem. Hajnali... Fél egykor ért el minket a közepe. De az ilyen full vörös volt. Full vörös volt, és eddig szerencsé, hogy nem alakult ki belőle egy komolyabb zivatar is akár. Még már értem meg olyat is, hogy hózivatar. De hát, még a hózivatarok azok olyan ritkák tényleg, tehát Magyarországon nem tudom hány évente van egy. Jó, tavaly is április 23-án voltak az első villámok. Idén meg már januárban volt villám. Megdobom a tyúkokat. Nem hagyják. Nem hagyják magukat, akkor... Na, nem sikerül, mert nagyon le van fagyva a kezem. Itt tényleg anító mozgó. Jau. Ez már komolyabb. Azt mondom, hogy még igazából ameddig esik, addig igazából nem lehet akkora nagy probléma belőle. Na jó van, ennyi lett volna mára. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket is. Én László voltam a Huskys élettel, és Eszkimó volt a Huskys élettől. Ennyi. Sziasztok!